Magyarország 2007 óta vesz részt a botlatókövek elhelyezési programjában. Ez egy emlékjel, amely a II. Világháborúban elpusztított honfitársainkra emlékeztet, utolsó szabadon választott lakóhelyük előtt. Tudassa, hogy ilyen népirtás volt, és hát sok száz darabot el lehetne helyezni Szekszárdon és Veszekszárdon, és a környékkel együtt 600 áldozata volt a holokausznak, de jelentősebb tevékenységet végző polgáraink háza előtt kerül elhelyezésre. Szekszárdon a szám szerint 6 darab és 4 helyszínen. Az első botlatókövet a Volt Zsinagóga jelenlegi művészetek háza előtt helyezték el dr. Rubinstein Mátyás, Szekszárd utolsó főrabbiának emlékére. Őt innen deportálták Auschwitzba, ahonnan nem térhetett vissza. Friedman Tamás ismertette, mindegyik most lerakott kő olyan személyek előtt tiszteleg, akik fontos jótékonysági tevékenységet folytattak Szekszárdon. Nem is a mi emlékezetünk, hanem inkább az, hogy a fiatal korosztályt emlékeztessük arra, hogy semmilyen indokból, sem származási, sem vallási, sem politikai, semmilyen indokból ilyen népirtás többet ne történhessen be, hiszen tudjuk, a holokausznak összességében Európa szerte 6 millió áldozata volt. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, szükséges a mindennapi emberhez közelebb hozni a megemlékezés fontosságát, a lehelyezett emlékjelek is ezt a célt szolgálják. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy talán idáig a világon még ilyen esztelen népirtás, mint a holokauszt során nem volt. Ezáltal fontosnak tartjuk, és nagyon örülünk annak, hogy összefogással ezek a botlatóköveknek a lerakása, lehelyezése meg fog történni a délelőtt folyamán, mert emlékeznünk kell, mert gyakorlatilag elismert gazdasági polgárai voltak Szekszárdnak, és én úgy érzem, hogy ezzel is tartozunk és kötelességünk. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját 2001 óta minden évben április 16-án tartjuk. Grósz Andor úgy fogalmazott, ez nem csak a zsidóknak, hanem minden humánus embernek fontos. Az a közösség emelte ezt az épületet Isten dicsőítésére és dicsőségére, amely itt ért 1944-ig több százas létszámban. A történelmi vihara elsodorta ő. Ezeket az embereket, ezeket a családokat, öreget, fiatalt, aggastyánt. És nem maradt utánuk más, csak az emlékezet. A rendezvény Szekszárd megyeijogú város önkormányzata, a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség szervezte.